Rainbow húzat a kamarában, szombaton mutatják be a Nyugat császára című darabot a Miskolci Nemzeti Színházban, Asser Tamás rendezésében, Börcsök Olivér főszereplésével. Hírnévés szerelem, hogyan bukott le a kamu profillal csajozó lúzer, aki kíváncsi arra, hogyan zajlott ez több mint 100 évvel ezelőtt, a darabból megtudhatja. Valahol egy Isten háta mögötti ír faluban, annak is a végén, egy illegálisan működő kis kocsmában. Itt játszódik a Miskolci Nemzeti Színház legújabb darabja, a Nyugat császára. Elnézést! Egy üvegsört, hogyha kérhetnék a főnökszörtől. Te cigány? A táborból? A völgyből? Nem. Csak lerohad a lábam. Egy ágról szakadt, víznap fiatalember állít be a kocsmába, aki azzal henceg, megölte apját, és az igazságszolgáltatás elől menekül. A nyomorgó falusiak és kisszerű csempészek között rögtön komoly tekintélyre tesz szert. A fiatalembert, Krisztit, Börcsök Olivér játsza. Christopher egy elég zárkózott és traumatizált fiú. Van egy nagyon aktív traumája, és van sok passzív ilyen poszttraumatikus dolgai is, és hát egy nagyon jó emberismerő mindezek mellett, és nagyon pontosan tud átlátni helyzeteket, és pontosan tud emberekkel bánni, vagy emberekkel együtt lenni. Hogy mi lesz Kriszti sorsa, a darabból kiderül. A Rainbow húzatot szombaton este 7 órakor mutatják be a Kamaraszínházban.